Az anyakoca állatjóléti támogatás menetéről érdeklődik a falugazdászoknál ez a férfi. Szorít a határidő, úgyhogy a legapróbb részletekre is figyel, hogy biztosan ne legyen semmi gond. Felvettük a kapcsolatot a Sertéstenyésztők Egyesületével, és szeretnénk igénybe venni az anyakoca támogatást, és ezért vagyok most itt a kormányhivatalnál a falugazdászoknál, hogy segítsenek nekünk ennek a dokumentációját összeállítani, mert ennek a beadási határidő március 16-ától március 31-ig történik. És szeretnénk maximálisan kihasználni, mert a rendelkezésre álló férőhelyeink, amik vannak az anyakocák számára, azok a állatjóléti támogatást is igénybe tudjuk rájuk venni, mert azokat a paramétereket, azokat meghaladják a férőhelyeink, amik szükségesek ennek a támogatásnak a megítéléséhez. Sokan attól tartanak, hogy lecsúsznak a támogatásról, ha nem tudják összerakni határidőre a kért dokumentumokat. A falugazdás szerint van lehetőség ezeknek a pótlására. Nagyon fontos, hogy aki nem tudja teljes mértékben a kért dokumentumokat csatolni, annak is be kell adni a kérelmet, ugyanis hiánypótlásra van lehetőség. A határidő után beadott kérelmeket viszont azonnal elutasítja a hivatal. Azaz, aki nem adja be március 31-ig a kérelmet, az elbukja az egész támogatást. Államkincstár a határidőn túl beadott kérelmeket hivatalból el kell utasítsa. Tehát nem fog kapni a gazdálkodó egy fillért se. Ennek az összege bizony elég jelentős lehet, ugye a 500 forinttól egészen 10 000 forintig föl, mert attól függ, hogy milyen állatjóléti intézkedéseket vállalt be a gazdálkodó állategységenként. Ez nagyjából két kocának felel meg, tehát két kocára akár 9500 forintot is kaphat egy-egy gazdálkodó. A tangazdaságban jelenleg 8 anyakoca is van, az ottani minőségi állattartásról pedig mindent elmond, hogy visszajárnak húst vásárolni a régi diákjaik, akik maguk is gondozták az ott lévő állatokat. Per pillanat 8 anyakocánk van, 3 kocasüldőnk van, amelyekből szeretnénk az év második felébe anyadisznót beállítani. Jelen pillanatban a technológiánk arra állt rá, hogy malacokat állítunk elő, és ezeket a malacokat választáskorba értékesítjük. A hízlalással egyelőre nem foglalkozunk, úgy gondoljuk, hogy gazdaságosabb a malacokat értékesíteni. Mondhatom azt, hogy szerencsések vagyunk, hisz nagyon sok diák, aki ebbe az iskolába végzett, az visszajön hozzánk, és keresik a jó minőségű sertést, amit Isten igazából otthon a háztáiba saját ellátásra, esetleg kisebb mennyiségű értékesítésre tudnak fordítani. Csak az a sertéstartó gazda jogosult a támogatási kérelem beadására, aki már rendelkezik elfogadott vagy részben elfogadott támogatási határozattal.